Okay. Látom, hogy jelentkezni, csak hogy szóljanak, hogy szóljanak már meg, akik még nem szólaltak. Andrea volt a következő, aztán az úrok. Most nem, először az Andrea, ne haragudjon. Utána. Ön addig készül. Ezt a kóriai ítéletet, mert hogy őszintén rendkívüli felháborodást váltott ki, legalábbis az mi szakmák köreiben az, hogy a sajtó teljesen valótlan adott kérdéseről. Tehát ha én nagy tisztelettel kérem a Jobbikot, hogy majd a lehetősége lesz, akkor feltétlenül hangsúlyozza ki, hogy minden sajtóorgánum ebben az ügyben megsértette a sajtótörvény rendelkezéseit, ugyanis az egy dolog, hogy joghoz nem értő újságírók ültek el a tárgyalóteremben, ezt megszoktuk. De ott volt 20 darab olyan ember, akiket egyébként arcról ők ismernek is, akiket megkérdezhettek volna, hogy miről is szólt ez az ítélet. Drága Várhelyi Tamás kollégám Fehérváron nagyon okosan azt mondta Facebook oldalán, hogy annyira nyert az OTP, hogy éppen a fát vágták ki alatta ezen az ítéletben, úgyhogy ezt, bocsánat, hogy klagizálok, de ennél jobb, vagy ezt sem tudom kifejezni. És azon túl, amit Zsolt kiemelt ebből az ítéletből, még számtalan olyan üzenet van benne, amit bármennyire is úgy gondoljuk, hogy most és ma kell ezeket az ügyeket megoldani, én azt kérem Önöktől, hogy aki tisztelni lehet valamiért, az ügyben azt tiszteljük. Vezekényi Ursula iszonyatos nyomás alatt van, volt, és lesz is. És én imádkozom azért, hogy egészségben ott üljön még sokáig ezen a trónuson, mert minden ítéletében, a szegedi tagszövítéletben is, a partiszkumban és ebben is meghozott egy döntést, mert olyat kellett hoznia, hogy a valamelyest a politika elvárásainak megfeleljen, de ebben az ítéletben is üzeneteket küldött mindannyiunknak. Egyrészt azt az üzenetet küldte, hogy gyerekek, én csak azt tudom elbírálni, amit idehoztok keresetként. Ez egy nagyon fontos dolog. És én nagyon kérem a kollégákat és az érintetteket, ugyan valóban egyszerű egy tényállásra elindítani egy pert, és csak egy kérdésben, de egyet nem szabad elfelejtenünk. A magyar joggyakorlat olyan, ha egyszerűen a semmiségi okot, amit megjelöltem, kiütöttem, azaz nem mehetek ugyanazzal, azzal, hogy semmiség még egyszer. Tehát ez a joggyakorlat, hogy ugyan a bíróságnak a semmiségi okokat fel kell deríteni, de ha én már egyszer oda mentem, és én magam azt mondtam, hogy csak emiatt látom semmisnek, akkor egy más tényezővel, egy más okkal ugyanabban a kérdésben nem mehetek oda, el fognak utasítani. Ez pont azért van, hogy tereljék arra a feleket és a képviselőket, hogyha már egyszer bírósági útra indul, akkor ha ez semmiségi okon azt ezzel sorolja fel, lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy a háromnegyede nem igaz, de legalább szóljon róla, hiszen lehet egy részét el is veszteni annak a pennek, ha nagyobb részét megnyer. Nagyon komoly üzenete az ennek az ítéletnek, és furcsálom, hogy senki, nem önök részére hangsúlyozom, hanem aztán, amikor elmezték az interneten, nem vette észre, beleérte Vezekényi Ursula, hogy nem vezette a felperesbe abba azt a perbe, hogy jelentősen megváltoztak a körülményei a szerződés teljesítésének a szerződés kötés óta. Tehát ebbe az ítéletbe bele van írva a jelentős változás. Ez azért fontos, mert én 2 éve könyörgök minden drága kollégának, de valahogy mindig az egyszerű útra indultak el, hogy a szerződés teljesítésének lényegesen megváltozott körülményeit a PTK 241 alapján is írják be a keresetekbe, ha már ott vannak a bíróságon, ha már dolgozunk, ugye? Azért azt hangsúlyozom, hogy ez csak felmondott szerződés, vagyis hát még élvényes szerződésre lehet, és már nem megszűnt szerződésre. Benne van ebben a ítéletben az a nagyon fontos megállapítás, hogy gyerek. Hát ha ti nem vitatjátok, hogy a THM-ben benne van valami, akkor én nem vizsgálhatom, hogy tényleg benne van-e. Tehát nagyon fontos az, hogy azt kell mondani, és ez szerintem a legfontosabb lehetőség arra, hogy mindenki kibújjon ebből a szörnyűség alól, hogy igenis mondja azt, hogy a THM-ben nincs benne az, amit a törvény előír. Ugyanis az alperesnek a balnak kell bizonyítania, ő pedig csak könyvszakértővel tudja bizonyítani, és nincs az a matematikus, aki ezt az árfolyamot is belepasszírozza azokba a THM-be. Én csak azt akarom ezzel önöknek mondani, hogy a partiszkum ítélet és ez is a kúria, a magyar legfőbb bírói testület döntése, és amit ebben ő leírt és kimondott, az minden bírónak kötelező.
Tehát ha nem csinálunk más, csak a két ítéletből nekünk jó mondatokat beleírjuk egy kereseti kérelembe a tényállásunkkal, és az ezer jogszabályal, amit feldívunk, akkor az elsőfokú bíró lehet bármilyen pofát és szemtelen, amit én is hallok, hogy miket művelnek. Nekem még szerencsém volt, nem szóltak be, de lehet, hogy csak az idősabbtól jobban vagyok. De lehet bármilyen, ő ezektől a feltételektől nem tekinthet el. És én azt kérem, hogy aki legalább már valamit nekünk segített, akkor azt azért ne bántsuk. Tehát ez azért egy fontos dolog. Azzal együtt, hogy én is úgy gondolom, hogy a Horváth Bíróság ugyanazon az órában, vagy pár órával előtte, ugye a kúrián, azt mondta, hogy 8-ban kellene, hogy gyerekek, ezt Kunában kell elszámolni, meghatározta a kamatot, viszont látásra jó, hogy egy elsőfokú ítélet, de az is nagyon fontos, hogy ezt a keresetet vitték ő elébe. Ez elé a bíróság elé pedig ezt a keresetet ítélik. Ez nagyon fontos. És valakinek is azt mondani, és kérem, hogy terjesszék mindenütt a köreiben, azt mondani, hogy ez a devizahitelezés legfontosabb pere volt, ezt a hülyeséget, már bocsánatok, de ez nem a legfontosabb pere volt, az 1000 perből az egy apró per. Hiába jutott el a kúriáig, és egy szép ágyat a terembe hirdették ki. Ettől még nem a per tárgya volt az érdekes, hanem azok a nagyon fontos üzenetek, amikhez tartalmaz. Még röviden csak a végrehajtókkal kapcsolatban, hát mondjuk egy gondolatot. Az államhoz való visszarendelés szerintem a harmadik évünkben már aktuális lett volna annak idején, és a bírói rendszerbe került el visszaintegrálni, ahonnan jött. Tehát a végrehajtó, az a bíróság. Bocsátott kérek, a feltételrendszer, hogy hogy lehet valaki végrehajtó, azt kell úgy meghatározni, hogy a bírósági rendszer keretei között ne tudja ugyanezt a tevékenységet tenni. És még egy nagyon fontos, amit követeljenek, én tavaly elkészítettem egy végrehajtási törvény módosítást, érdekes módon azt nem tárgyalta ki senki, biztos nem volt annyira érdekes. Beleírtam, minden egyes az adós személy szabadságát korlátozó vagy életét nehezítő végrehajtási cselekmény csak előzetes bírói engedéllyel lehessen megtenni. Azaz kiakoltatás, gépjármű elvételt, ingóság elvételt, stb. Ugyanis akkor a bíróságnak módja van arra, hogy megismerje azt az élethelyzetet, amiben azok az emberek élnek, és azt mondhassa mérlegelésével, hogy bocsi, fontos az adós követelésének behajtása, de nem azon az áron, hogy jéggyereket kirakok az utcára. Tehát, és én ezt abban a törvényjavaslatban így írtam, mert senki nem foglalkozott alatt, mert máskor is. A végrehajtó legnagyobb és legpregnánsabb és legtranszparensebben megmutatható negatív tevékenység alatt sok-sok minden mellett a maffiák, akik létrejöttek körülöttük, a strómanok tömege, akik megveszik ugye kérjérekért az ingatlanokat, az, hogy a költség elszámolásában ott van egy adat, amit helytelenül vezet be. Mindenki kérdezi, miért kétszer annyit kell fizetni a végrehajtó behajtás esetén, mint egyébként a tőke. Azért, mert ő a végrehajtás kérő által befizetett előleget egy külön jogcímnek tartja nyilván az elszámolásában, holott az a költség, az az előleg, az a költségek fedezetét szolgálta, nem egy külön jogcím a költségek között, érti? Minden egyes, az elmúlt 1000 évben minden egyes végrehajtási elszámolás csalás. Minden végrehajtási ügyben vissza kellene mindenkinek adni azt a tételt, ami úgy van, hogy végrehajtás kérő által fizetett előleg, hiszen az nem, azt ő neki el kellett volna szépen számolni, kenni a költségek között, és amikor befolyt az az összeg, akkor visszaadni a végrehajtás kérőnek, nem kétszer felszámítani. Úgyhogy én azt javaslom a kerekasztal forduljon a főügyészhez, hogy rendeljen el nyomozást ezekben az ügyekben, és az igazságügyminiszterhez pedig azért, hogy szólítsa fel a végrehajtói kamarát, hogy azt a programot, ami a költségeknek a kimutatására a számítógépeikben benne van, azonnal írassa át a jogszabály szerinti rendszerre, ugyanis ez program szerint van így. Tehát ők azt mondják mindig, hogy a programjában így van, de hát nem a program alkotja a szabályokat, hanem van egy jogszabály, ami alapján ezt ugye meg kell tenni. Úgyhogy ez például egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm, hogy szólaltam.